Köszöntök mindenkit, Vásárhelyi Virág vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és folytatjuk a videósorozat előadásunkat, amelynek címe Hogyan készítsünk projektet. Ezek módszertani támogató videós sorozat, amelynek az első három részét már elérhetővé tettük, mégpedig a Digitális Témahét honlapján található hírünkben egy olyan infografika, amelynek interaktív ikonjait megnyitva három előadás nyitható meg. Az első a projektmódszer alapkérdésével, a második a multidisziplináris szemlélettel, a harmadik pedig az együttműködéssel és a csoport alakítással, illetve a digitális eszközökkel támogatott csoportmunkával foglalkozik. A mai részünkben pedig a projektproduktumot fogjuk megvizsgálni, mégpedig elsősorban abból a szempontból, hogy hogyan válthatja ki akár egy témazáró dolgozat testsort a projektproduktum, mint a tanulás eredményének terméke. Nézzük tehát, hogy milyen célja van egy témazáró dolgozatnak. Alapvetően ugye összefoglal, lezár egy témakört, az iskolában többszörös értékű jegynek számít, ami aztán a félévi és az évvégi jegyadáskor súlyozottan számít a tanulók érdemjegyében. Vannak ajánlások, illetve a házirendben rögzített szabályok arra, hogy hogyan és mikor, milyen mennyiségben írhatunk, milyen feltételekkel témazáró dolgozatot, mikorra kell kijavítanunk. Ebből én most csak egy szempontot emelnék ki, mégpedig azt, hogy havonta körülbelül egyszer kerül sor egy témazáró dolgozatra egy tantárgyon belül. A következő szempont, hogy tesztérkérdésekből áll össze, ez alapvetően egy elnagyolt kijelentés, hiszen ha az irodalom tantárgyat vagy a történelem tantárgyat tekintjük, akkor ott ugye esszék is születnek, ezek hosszadalmas javítást igényelnek. Tehát ez az állítás, hogy gyorsabb a javítás, ez elsősorban arra vonatkozik, amikor tesztkérdésekkel dolgozunk, rövid kérdésfelelet típusú kérdésekkel, de természetesen ez a rövid javítási idő ez nem feltétlenül igaz. Most a digitális munkarendre való átállás során nagyon gyakran élünk az online tesztek kitöltési lehetőségével, hiszen ezek időkorlátosak és lehetőséget adnak arra, hogy az eredményeket lehívva gyors javítást is el tudjunk végezni. Nézzük ezzel szemben vagy emellett a projektproduktumot. Tulajdonképpen azt fogjuk észrevenni, hogy nagyon sok szempontból nagyon hasonlít egy témazáró dolgozatnak a céljához a projektproduktum mögött rejtőző pedagógiai célok tekintetében ez az értékelési lehetőség, hiszen amikor egy projektet indítunk, az is alapvetően egy témakört zár le. Nagyon komplex folyamat, tehát többszörös értékű jegy mindenképpen adható, sőt, mint ahogy azt a multidisziplináris szemlélettel foglalkozó előadásunkban már végigvettük, ugye több tantárgyat is összekapcsolhatunk, tehát arra is lehetőségünk nyílik, hogy egyszerre több tantárgyat értékeljünk a projekt végén a tanulók zárásakor, értékelésekor. Ugyanígy súlyozottan számítható be a félév és az évvégi egy megítélésébe. Nem igazán van lehetőség havonta többször, mint egy alkalommal arra, hogy egy projektet végigvigyünk. Ami azonban kiemelten fontos, hogy a tesztkérdésekkel szemben, mivel ez egy komplex készségfejlesztési folyamat, amelyben alapvetően a magasabb rendű gondolkodási készségeknek a fejlesztése a cél, komplexebb értékelést von maga után. Az egyik nagyon fontos szempont például az, hogy nagyon sok szempontból a tanulók önértékelése előtérbe kerül, még akkor is, hogyha ez a jegyadáskor nem akkora súllyal nyom majd a latba, mégis nagyon fontos, hogy az önmagunk értékelése, a reális önkép kialakulását támogassuk az iskolában. Nézzük akkor újra a kérdéstípusok felől a két értékelési módot, tehát a témazáró dolgozat írását és a projektproduktumot, hogy hogyan és mit értékelünk. Mint látjuk, itt a módosított Bloom taxonómia piramison látható, amely az egyre magasabb rendű gondolkodási készségeket ábrázolja, ezek között természetesen lehet átmenet a
produktumok tekintetében, de alapvetően azt tapasztalhatjuk, hogy a témazáró dolgozatoknál nézzük meg, hogy milyen kérdésekkel dolgozunk, nevezd meg, sorolt fel, választ ki, ugye ez az alapvetően az ismeretszintre kérdez rá. A mondj példát, magyarázd el, egészítsd ki típusú kérdések a megértés szintjére kérdeznek rá. A módosítsd, használd fel, számolt ki típusú kérdések már egy magasabb szintű gondolkodási készséget, az alkalmazás szintjét érintik. És most egy színváltás utal majd arra, hogy tulajdonképpen, amikor projektproduktumot hoznak létre a diákok egy komplex tanulási folyamatban, akkor lehetőséget adunk arra, hogy már az elemzési készségeket is fejlesszük, például ilyen típusú kérdésekkel, hogy bontsd lépésekre, vagy hasonlíts össze egy folyamatot, vagy következtetéseket vonjál le egy adott jelenségből. Továbbá érvelj ellene, mellette döntsd el, bizonyítsd be típusú kérdésekkel az értékelési készségeket fejlesztjük, és végül, akkor, amikor egy projektproduktumot megalkotunk, akkor az alkosd meg, tervezd meg, javasolj megoldást típusú készségfejlesztés nyomán született projektproduktumokat tudjuk értékelni. Tehát azt látjuk, hogy alapvetően mind a mellett, hogy egy projektben is szükség van az ismeretekre, a megértésre és az alkalmazásra, mégis lehetőségünk nyílik arra, hogy a magasabb rendű gondolkodási készségeket megmozgatva készült projektproduktumokat komplexen értékeljük. Tehát még egyszer összefoglalva, azt látjuk, hogy a projektekben készült produktumok nem függetlenek az iskolában követelményrendszerben megadott ismeretektől, de nagyon fontos, hogy ráépülnek a hozott ismeretekre, továbbá arra is, hogy milyen célokra használjuk fel a szerzett tudásunkat. Továbbá problémafelvetéseket, problémamegoldási készséget fejleszt, mivel csoportokban vagy párokban dolgoznak, így együttműködést is fejlesztünk, és ezt is értékelhetjük. Nem feltétlenül az érdemi egybe számítva, hanem olyan formatív értékelési módszerekkel, amelyek a gyerekeknek az önképét, önértékelését fejlesztik. Az önszabályozás, önreflexió, önértékelés és nem utolsó sorban a kreativitásuk is nagy mértékben fejlődik, és egy értékelhető képesség lesz. Nézzünk egy konkrét példát arra, hogy egy projekten belül milyen lehetőség van arra, hogy ezeket a magasabb rendű gondolkodási készségeket értékeljünk. Itt dr. Mezei Mónika és Kerek Roland már korábban is példaként hozott projektjét fogom bemutatni, ugyanis ebben a projektben nagyon szépen látszik az, ahogy a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztésének piramisának legtetejéig elérnek a diákok, hiszen amikor alapvetően a felvilágosodás témaköréből indultak ki, az államelméleteket, emberi jogokat, az utópia, disztópia, napló műfaját dolgozták fel, tehát ezek voltak azok az ismeretek, amikre feltétlenül szükségük volt, vagy az ehhez kapcsolódó fogalmak. A megértés és alkalmazás szintjén az irodalmi utópiákat és disztópiákat olvastak és értelmeztek a gyerekek, itt látható, hogy több mű is feldolgozásra került. Majd az elemzés értékelés szakaszában ezeket az utópiákat egyrészt összehasonlították, másrészt párhuzamba állították korunk globális problémáival, társadalmi jelenségeivel, amelynek nyomán végül az összehasonlítás eredményeként létrejött következtetéseiket a saját utópia-disztópia megalkotásában meg is mutatták a társaiknak és a pedagógusoknak is. Tehát összefoglalva, a projektproduktum a témazáró mellett tulajdonképpen egy komplex értékelési módot adhat a pedagógusoknak. Tudatos és alkotó digitális eszköz használatot támogatja, amely most még a digitális munkarendre való átállás során különösen fontos, hiszen hamarosan le kell zárni majd a gyerekeket, és értékelni kell őket. Magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztésére és azoknak az értékelésére is kiválóan alkalmas. Továbbá azzal, hogy publikussá tehetők, ezzel fogunk majd még foglalkozni egy későbbi előadásban, hogy hogyan vonhatok be külső értékelők egy projektbe, de alapvetően nagyon fontos, hogy a szülők vagy az iskolatársak, illetve a több tantárgy összekapcsolása esetén más pedagógusok is látják, értékelik ezeket a produktumokat. Ezzel nagyban segítjük azt,
amiről már az előző előadásban az együttműködés kapcsán szó volt, hogy egy diákról komplex képet kapjunk, tehát ne csak azt lássuk, hogy a mi tantárgyi óránkon hogyan dolgozik, hanem rálássunk arra, hogy más tantárgyakban mennyire motivált, ezzel sokkal többet, több ismeretet, több tudást szerezhetünk róluk. Nézzünk egy konkrét digitális eszközre épülő megoldást a projekt produktum tekintetében. Lépésről lépésre haladva, mi magunk is a DPMK-ban egyébként egy ilyen folyamaton mentünk végig, amikor a webinárium kiadványunkat készítettük, teljesen ingyenes alkalmazásokat használva. Tehát egyrészt például a Microsoft Office Word alkalmazása ugye a szövegalkotás szövegszerkesztésre alkalmas. Ebben elkészíthetünk egy témakörnek a feldolgozása kapcsán egy online kiadványnak az alapját. Itt nagyon sok mindent megtanulhatnak a gyerekek, és tulajdonképpen itt dől el a tervezési szakaszban, hogy a produktumban mi kerül bele tartalmi szinten, milyen ismeret, milyen magasabb rendű gondolkodási készségeket bemutató, azoknak a használatát bemutató eredmények, grafikonok, hogyha éppen az elemzésről van szó. Ezt követően lehetőséget adhatunk arra, hogy a Canva nevű online képszerkesztő alkalmazás segítségével, kiadványszerkesztő alkalmazás segítségével nagyon izgalmas, kreatív arculattal rendelkező kiadványokat tervezzenek a gyerekek, és a munkafolyamat során természetesen kiemelt figyelmet kell fektetnünk a szerzői jogi kérdésekre, hogy milyen képeket használunk, illetve ez már magában a kutatási szakaszban is megjelenik majd, hiszen nem mindegy, hogy milyen forrásokat és hogyan hivatkoznak a gyerekek a produktum létrehozásakor. Látjuk, hogy itt már a kreativitás is előtérbe került, tehát amikor tantárgyi összevonásról beszélünk, akkor itt például a vizuális nevelés tantárgy bevonható, az informatika tantárgy bevonható, és egy komplex jegy születhet, amikor elkészül egy ilyen kiadvány. Amikor ezt meg akarjuk osztani és publikussá akarjuk tenni, akkor több lehetőségünk is van arra, hogy egy online lapozható kiadványt közzé tegyünk, ilyen az Issue vagy a Kalameo. Mi egyébként a Kalameót használtuk a DPMK-ban. Ezeknek a hátránya nyilván az, hogy némi reklám megjelenik a felületeken, de ennek a két alkalmazásnak az esetében azért ezek visszafogottabbak, és tulajdonképpen itt már a külső értékelők bevonása is lehetséges, illetve azzal, hogy bárki láthatja, megtekintheti ezt a produktumot, nyilván a diákoknak a felelősségérzete, elköteleződése a projekt produktum minőségét tekintve is növekedhet. És hogyan lesz ebből érdemjegy? Nézzünk akkor erre egy példát. Itt most egy olyan értékelő táblázatot fogok megmutatni, amelyet még a Rákócziban, a második Rákócziban használtunk, amikor a témahétre készültünk, és egy belső workshopot tartott Berecki Enikő kollégánk, aki jelenleg már az ELTE PPK egyik tanára. Tehát itt azt látjuk, itt most éppen egy drogprevenciós brosúrának az értékelő lapját látjuk, de természetesen amennyiben ez egy földrajz fókuszú brosúra, akkor ez a tematika nyilván változhat. Azt látjuk, hogy a szempontokat, ha végignézzük, hogy nagyon-nagyon sokféle szempont rész értékeléséből áll össze egy nem is egy igen magas pontszám, amelyet már jegyesíthetünk. Legalább meg is mutatom, hogy itt 55 pontot számol már a teljes maximális pontszámra, de nézzünk egy-két példát arra, hogy hogyan lehet ezeket a szempontokat lebontani és finoman értékelni. Egyrészt például a tartalom szervezésénél meg lehet adni, hogy tényleg az információk tematikus egységekbe szerveződnek, ezekből hány darab van, és tényleg mindegyiknek az üzenete ebben az esetben a drogprevenciós témakörhöz kapcsolódik el. És akkor itt látjuk, hogy négy értékelési szint van, a jeles, jó, közepes, gyenge, és különböző pontszámok vannak hozzárendelve, 5, 4, 3 és 2 pont. Fokozatosan bontja lejjebb, tehát egyre
kevesebb kritériumnak felelnek meg, minél kevesebb pontszámot kapnak, ugye előfordulhat, hogy nem kapcsolódnak a drogprevenciós üzenethez, nem elég tematikus egységből állnak ezek a brossúrák, ebben az esetben adhatunk ugye több vagy kevesebb pontszámot. Akkor például nézzük az üzenetet, hogy mennyire felelt meg annak, hogy drogellenes üzenete van, hiszen drogprevenciós célú programról, projektről volt szó. Hogyha ez egyértelműen átjött, akkor ugye a maximális pontszámot adhatjunk. És akkor nézzük a kötelező tartalmi elemeket. Itt például megadhatunk ismereteket is. Tehát megnézhetjük, megfigyelhetjük, hogy megfelelő forrásokat használtak-e. Ugyanez visszaköszön egyébként a kutatás részszempontnál is. Nyelvi minőséget is értékelhetjük. Tehát látjuk azt, hogy tulajdonképpen tervezést és a kreativitást, hogy itt már megjelenik a vizuális kultúra, mint tantárgy, a nyelvi minőségnél pedig a magyar nyelv és irodalom, vagy hogyha egy idegen nyelvi projektről van szó, akkor az idegen nyelvi érdemi jegyet beszámíthatjunk. Tehát látható az, hogy ha előzetesen valóban több időt igénybe véve átgondoljuk, megtervezzük azt, hogy egy projektproduktumot hányféle szempontból szeretnénk értékelni, és egy ilyen viszonylag részletes értékelő táblázatot készítünk, amelyet egyébként már a folyamat elején nyilvánossá teszünk a diákok számára, hogy lássák, hogy minek kell megfelelni, akkor tulajdonképpen azon túl, hogy a gyerekek önálló tudásépítését fejlesztjük, egy tényleg átlátható és fontos értékelési folyamatot tudunk biztosítani. És akkor visszatérve az előadás utolsó diája következik, itt tulajdonképpen már csak egy ajánló lesz, mégpedig itt látjátok azt, hogy milyen témaköröket érintünk még ebben a videósorozatban, az alapkérdést, a tanulás során a tantárgyak összekapcsolását, a csoportmunkát és a produktumot már átvettük. A következő előadásunkban az önálló tudásépítés szerepéről lesz szó a tanulási folyamatban. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!